Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Itt van már a stúdióban velünk Balogh Zoltán, a Városháza fejlesztés politikai irodavezetője. Köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok! Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Fejlesztésekről fogunk beszélgetni, és több területet is érintünk. Kezdjük a közlekedés fejlesztéssel, és hát itt is különböző területeket tudunk majd említeni. Kezdjük akkor, ha ne a kerékpárossal, mert már arról is, hanem elsőként a gépjármű forgalmat érintő. A gépjármű forgalmat érintő fejlesztésekről akkor mit tudhatunk? Mi most a legaktuálisabb? Igen, a gyors gazdasági fejlődésen keresztül menő városoknak az a sajátossága, hogy mobilitási kényszerrel küzdenek, és ez a mobilitási kényszer, ez a közlekedési kényszer jellemzően a gépjármű forgalmat érinti első körben. Ennek megfelelően Kecskemét megyei Jogvárosi Önkormányzata is olyan projekteket fogalmazott meg a TOP Plusz városfejlesztési program tervében, amely a gépjármű forgalmat elősegítő projekteket tartalmaz. Egyik legjelentősebb ilyen projektünk a Kiskörút részleges felújítása, valamint forgalomcsillapító műtárgyak telepítése projekt. Ez a projekt alapvetően a Kiskörút két szakaszát érinti. Az első szakasz a Nemzeti Színháztól tart egészen a Cifrapalotáig, valamint a Katona József könyvtártól a Petőfi Sándor utca Dobó István körült körforgalmi csomópontig. Terveink szerint ezt a fejlesztést kiegészíti két gyalogátkelő hely forgalomcsillapító műtárgy építése is. A beavatkozás 1154 méteren érinti a Kiskörutat. Fontos hangsúlyozni, hogy két olyan gyalogátkelő hely építését is tervezzük. Egyik a könyvtár előtt, másik a Csányi János körúton található, amely forgalomlassító küszöbként is funkcionál. Tapasztaljuk az elmúlt években, hogy sokan versenypályának nézik a Kiskörutat, ezt szeretnénk megtörni ilyen forgalomcsillapító műtárgyakkal is. Ennek a projektnek az előkészítése zajlik, várhatóan 2025-26-ban maga a fizikai megvalósítás is elkészülhet. Másik fontos projektünk, amelynek az előkészítése folyamatban van, a Mátyás Király körútnak a felújítása. A Mátyás Király körútat az elmúlt években felújítottuk. Ennek maradt egy fennmaradó szakasz, egy 475 méter, amely a Daróczi köztől a Ceglédi útig terjed. Ezt a szakasz szeretnénk az elkövetkezendő egy-két évben felújítani. Ennek is az előkészítése most van folyamatban. Balogh Zoltán a vendégünk, a Városháza fejlesztés politikai iroda vezetője, és fejlesztésekről beszélgetünk. Első körben most a műsor elején közlekedésfejlesztés, és ahogy említettem, a kerékpáros közlekedés fejlesztéséről is hallhatunk, mert ebben is vannak újdonságok, illetve új hírek? Igen, amint azt említettem az első blogban is, az első fejlesztésekhez kapcsolódóan mobilitási kényszer van a városban, a gazdasági fejlődésből eredően, ez jelentősen a gépjármű forgalmat érinti, és szeretnénk egyre inkább a lágy közlekedési módoknak teret engedni, a kerékpáros közlekedésnek, a gyalogos közlekedésnek, és hát az elmúlt években nagyon jelentős az elektromos eszközöknek a használata. Kecskemét megyei Jogvárosi Önkormányzatának két jelentős kerékpárforgalmi létesítmény építési projektje is van a TOP Plusz városfejlesztési program tervében. Ilyen a Nyíri út külső szakaszának a kerékpárút építése. Ez egy egyesített gyalogkerékpárút a Margaréta körforgalomtól a széles közig terjedően 625 méter hosszban kívánjuk ezt megépíteni. Ennek a tervezési előkészítésében vagyunk benne. Azt reméljük, hogy a jövőre megindulhat a kivitelezés, és 2026-27-ben ez a közbeszerzés sikerességétől függően fogjuk tudni megvalósítani. Másik projektünk, a kerékpáros fejlesztést érintő projektünk a Szolnoki úti kerékpárút burkolat felújítása. Ez egy nagyon jelentős kerékpárforgalmi létesítmény a városnak, hiszen a város kelet-nyugati összekötését, a város keleti részét köti be, a város belvárosi részeivel teremt ez összekapcsolást. Itt 2,4 km hosszban kívánjuk ezt a kerékpáros létesítményünket felújítani, amit azt reméljük 2027-re tudunk majd befejezni. Ezek a fejlesztések, ami a közlekedés fejlesztését érinti, mennyibe kerülnek, milyen összegből valósul meg, erről mi tudhatunk, erről nem hallhattunk még. Összességében a gépjármű forgalmat érintő fejlesztéseink, tehát a Kiskörút két szakaszban történő felújítása és a Mátyás Király körút megmaradó szakaszának a felújítására a város 1,3 milliárd forintot kíván fordítani, míg a két kerékpár forgalmi létesítményünkre összességében mintegy 400 millió forintot fogunk fordítani.
Balogh Zoltán a vendégünk ma délelőtt, és a Városháza Fejlesztés Politikai Iroda vezetőjével a fejlesztésekről beszélgetünk, a közlekedésfejlesztés után intézményfejlesztés, és ha jól tudom, akkor itt egy zöldmezős beruházásról is beszélhetünk rögtön, de először is tisztázzuk, mit is takar ez a zöldmezős beruházás? Igen, zöldmezős beruházás alatt az új építéseket értjük a városban. Az elmúlt években szép számmal valósított meg ilyen fejlesztéseket Kecskemét. Katafalva városrészünkben egy új kétcsoportos bölcsöde megvalósítása zajlik éppen. Ennek a megvalósítási szakasza immáron 60%-ot is elérte. Azt reméljük, hogy az intézmény fejlesztéssel 2024. október végére, novemberre elkészülünk, és 2024 évére eszközökkel felszerelve egy teljesen új intézmény fogja szolgálni a kisgyermekeknek a nevelését. Az intézmény bruttó alapterülete 346 négyzetméter lesz, amely kiegészít egy 62 négyzetméteres terasz. Az intézmény teljesen új eszközparkkal kerül felszerelésre, egy új játszóudvar kialakításával, a szükséges parkoló infrastruktúrával, ami minden ilyen intézményhez kötelezően előírásra kerül. Pályázatnak köszönhető, hogy a város finanszírozza ezt a beruházást? Erről mit tudhatunk? A projekt támogatásból valósul meg, ezt a helyreállítási alap biztosítja a városnak. 420 millió forint áll a projekt végrehajtására, rendelkezésre, amelyet 2024-2025 elején kívánunk teljes egészében felhasználni. Tapasztalhatjuk, hogy a városban az elmúlt időszakban is óvodák, bölcsödék újultak meg. Ez a folyamat nem állt meg, hiszen jelenleg is vannak folyamatban lévő fejlesztések. Igen, az új építés mellett folyamatban van számos intézményünknek a felújítása is. Van egy projektünk, amely 4 intézményünket foglalja magában, és energetikai jellegű fejlesztési tartalmakat tartalmaz. Ez a 4 intézményünk a Csipcsiri bölcsöde, amely a Forradalom utcán található, a Korvina óvodának 3 feladatellátási helye, az Ifjúsági úti, a Ceglédi úti, valamint a Forradalom utcai óvodák. Ezen energetikai jellegű fejlesztés keretében megújul az intézmények külső homlokzata, az elavult nyílászárókat kicseréljük, gépészetileg újítjuk meg ezeket az intézményeket, és szükség szerint alkalmazunk különböző napelemes rendszereket az épületeknek a tetején. Ez egy működési hatékonyságot biztosító fejlesztés, amelynek keretében azt reméljük, hogy 129 tonna széndioxid megtakarítást el tudunk érni. Ez egyben azt is jelenti, a 129 tonna CO2 megtakarítást, ezt már nem használjuk fel. Ez az önkormányzatnak, az intézményeknek a zsebében marad, ez a működési költség. Balogh Zoltán a vendégünk, a Városháza Fejlesztés Politikai Iroda vezetője, és ahogy hallhattuk, jelenleg is zajlanak a felújítások óvodákban, bölcsödékben. Hát hamarosan újra visszatérnek a gyerkőcök az óvodákba, hát addigra nem lesz kész, gondolom. Egyszerre lesz kész mind, vagy fokozatosan? 4 helyen történik most a felújítás. Úgy terveztük meg az intézményekkel közösen a felújítási munkálatokat, hogy augusztus hónapban, szeptember elejére valamennyi olyan munkanemet befejezzünk, amelyek az intézmény belső működését érintik. A kivitelezők azért serénkednek most, hogy augusztus végére az intézményekből ki tudjanak jönni, és igen, jól mondta, még szeptember, október vagy akár novemberi hónapban is történhet itt kivitelezési munka, de immáron az intézménynek a külső területeit érintve. Hadd hangsúlyozzam, hogy az önkormányzat nem csak egy támogatásból megvalósuló energetikai projekt együttest valósít meg, hanem ezt kiegészíti, úgynevezett kiegészítő műszaki tartalmakkal is. Ennek keretében megtörténik a belső felületeknek a festése, az elektromos hálózatnak a felújítása, a külső udvari burkolatoknak a felújítása, a szükség szerint kerítés felújítások, újjáépítések, amely egy ilyen komplex felújítást ad ezeknek az intézményeknek. Jelen pillanatban a Ceglédi úti óvoda, a Forradalom utcai óvoda, valamint a Csipcsiri bölcsöde, a Forradalom utcai bölcsöde 50%-os készültségi szinten van, az Ifjúsági óvoda pedig erre a hónapra megközelíti, ennek a hónapnak a végére megközelíti a 70%-os készültségi fokot. És ugye a beszélgetés végén a jövőbe tekintve várható, hogy további óvodák is megújulhatnak itt Kecskeméten, illetve bölcsödék? Igen, a város TOP plusz város fejlesztési programterve számos intézményfejlesztési projektet tartalmaz még. Fontos megemlíteni talán 2, amelynek a támogatási döntését éppen múlt héten vette a város kézhez. Az egyik a Kálmán Lajos óvoda Kadafalvi óvodájának a bővítése, valamint a Kálmán Lajos óvoda Mindeleki óvodájának a bővítése. A Kadafalvi óvodánk bővítése jelen pillanatban azért fontos, mert egy két csoporttal működik maga az intézmény, és egy óvodai csoport
csoport az általános iskolában helyezkedik el. A felújítás követően az óvoda akként kerül megújításra, hogy a mostani intézményi épület két új csoportot fog magában foglalni. Ezzel ki tudjuk hozni az iskolai intézményünkből azt a csoportot az óvodai épület, az óvodai épületébe. Összességében 115 főre bővítve ennek az intézménynek az ellátó képességét. A bővítéssel a bővített területeken új eszközpark is rendelkezésre fog állni, a játszóudvart megkívánjuk újítani. Ez hasonló fejlesztés valósul meg a Ménytelek óvodában is, ott is intézményi férőhely szükségben szenvedünk, ezért a jelenlegi két kis csoport szobánk, ami van, ezeket összevonjuk egy nagy csoportot létrehozva, és ez az intézményhez két további csoportszobával fogunk bővíteni. Természetesen a közösségi tereket is biztosítjuk, ami szükséges a két csoportszobához, valamint a játszóteret is a szükségleteknek megfelelően bővíteni fogjuk. Ez az intézményünk a bővítés követően 75 főre fog növekedni. Ezen intézmények az új építés vagy a felújítással érintett intézményeknek a számaimeknek az előkészítésében vagy megvalósításában folyamatban vagyunk. 7 darab intézményt jelent. Összességében az elkövetkezendő években ezen intézmények kialakítására, felújítására a város mintegy 2 milliárd forintot fog fordítani. Köszönöm szépen, hogy itt volt és beszámolt ezekről. Megtisztelő, köszönöm szépen.